Az elmúlt 40-50 év során csatornahálózat híján az alattunk lévő talajrétegekbe került nagy dorog szennyvize. Ennek hatására sajnos egyre inkább romlott az ivóvíz minősége, és az elmúlt években már a benne lévő ammónium és nitrát többszörösen is meghaladta az egészségügyi határértéket. Településünk az elmúlt évben sikeresen pályázott az ivóvíz minőségjavító beruházásra, így a 160 milliós fejlesztésnek köszönhetően az ivóvíz ma már az Európai Unió előírásainak is megfelel. Magyarország Európai Uniós csatlakozásával vállalt szigorúbb határértékeknek való megfelelést az ivóvíz tekintetében. Ezeket most már nagy dorogon az üzemeltető tudja produkálni, tehát a vas, mangán és az ammónia szintje a hálózaton, az ivóvízben, az már az Európai Uniós előírásoknak is megfelel. Ezek szinte a nullával egyenértékűek, és most már teljesen tiszta és az EU elvárásoknak megfelelő ivóvizet fogyaszthat a nagy dorogi lakó. A kivitelezési munkák azok teljesen befejeződtek, tehát akár a hálózaton történt rekonstrukciós munkák, ami érintett körülbelül majdnem másfél kilométernyi vezeték cserét, körülbelül 5 utcában, és hálózat tisztítási munkákat az egész meglévő hálózaton, ami több mint 18 kilométer, valamint a meglévő vízműtelepnek a felújítását és bővítését is, ami technológia telepítését is jelent, és új műtelepek elkészítését is. Ezek mind már üzemelnek, belettek üzemelve, és a próbaüzem az folyamatban van, úgyhogy most már a lakossága az új és telepített technológián keresztül kapja az ivóvizet. Az ivóvízzel szorosan összefügg a szennyvízkezelés témája. Már 2 hónapja megkezdődött a csatorna beruházás kivitelezése, és jelenleg a település közel felén már az ingatlanokra történő rácsatlakozásokat és a gerincvezeték egy részét is elkészítették. Kivitelezési munkák gőzerővel folynak, tehát egyszerre 5-6 utcában is jelen vagyunk. Eddigi tapasztalataink az, hogy a lakosság azok pozitívan veszi a megjelenésünket az utcákban, problémák, gondok eddig nem voltak. Az biztos, hogy az elkövetkezendő hetekben a szeptember és az október hónap az egy látványos megjelenés lesz a településen, mert elfoglaljuk, illetve megkezdhetjük a munkát a Magyar Közút területén. Ez a 63-as utat, a Paksi utat, Sárszentlőrinc felé vezető utat jelenti. Itt már azért nem csak a lakosságot korlátozunk a közlekedésben, hanem az átmenő forgalmat is. Hát ehhez kérjük a türelmüket és megértésüket, mert valószínűleg jelzőlámpás forgalomkorlátozás is lesz a főutakon, úgyhogy az a szeptember hónap az biztos, hogy ilyen fennakadásokkal fog majd. A szennyvíztisztító telep kivitelezési munkáit remélhetőleg most már egy bő hét múlva el tudjuk kezdeni. A kiviteli tervek már mérnöki pecsételés alatt vannak, ez azt jelenti, hogy a kivitelezési munkákat hamarosan elkezdhetjük. A technológiát már megrendeltük, tehát ezek külföldről jönnek, ezek október közepe, október vége környékén már lesznek olyan berendezések, amiket már telepíteni tudunk. Bízom benne, hogy az idei év, de a jövő év első 1-2 hónapjában a szennyvíztelep is össze fog állni, és az a tervezett márciusi próbaüzem, amit mi nagyon szeretnénk, az el fog tudni kezdődni. Nagyon szeretnénk a tél beállta előtt a teljes hálózatot lefedni, teljes települést lefedni a munkáinkkal. Bízom benne, hogy december első hetére mindenhol a rácsatlakozási lehetőséget biztosítjuk. Ezúton is kérem a lakosságot, hogy amennyire tudják, próbálják a bekötéseiket erőltetni, akár a belső udvartéri vezetékeket előre kiásni, mert a téli hónapokban ez sokkal nehezebb lesz, viszont március környéken a rákötés lehetőséget biztos, hogy biztosítjuk, és akkor jó lenne, hogyha minél többen rá tudnának kötni a hálózatra, mert a szennyvíztelep próba üzeméhez kell a szennyvíz, minél többen rá kéne, hogy kössenek majd. Ne tévesszem meg senkit, hogyha egy utcából levonultunk, az a vezeték még nincsen kész, ott még a kivitelezési munka elkészült, de a minősítés, ami a megrendelőnek fontos, hogy legyen, tehát a víztartási próba és a csatorna kamerázási vizsgálat még hátra van. Ki fogunk találni egy fórumot a polgármester úrral, a hivatallal, hogy valami értesítést kapjanak azok az utcák, ahol már ezek a vizsgálatok elkészültek, és meg tudják csinálni a rákötésüket. Rákötést élesben, tehát a szennyvizet rákötni azt nem lehet, de a tisztítóidomtól, amit mi letelepítettünk, akár a belső rákötési pontig ezeket a belső vezetékeket, udvartéri vezetékeket meg lehet, el lehet készíteni.